Stúdiónk vendége volt a napokban az együttes két tagja, Filus Erika és Barkóczi János, akikkel a gálára való felkészülésről beszélgettünk. A próbák javában folynak már hetek óta, vasárnap éppen a BEM iskola tornatermében jöttek össze a szereplők. Megszokhattuk már, hogy a szivárvány gondosan készül minden kerek évfordulóra, amiből korukra való tekintettel volt már néhány. Most azonban minden eddiginél különlegesebb produkcióval rukkolnak elő. El kellett döntenünk, hogy egy olyan műsort szeretnénk-e, ahol felvonultatjuk a 4 évtized alatt megtanult táncokat, vagy pedig egy egész más utat választunk, és mi az utóbbi mellett döntöttünk. Nem szeretnénk mindent elárulni, hiszen majd aki eljön, az meglátja, hogy pontosan mivel is készülünk, de viszonyulunk egy kicsit a régi táncokhoz is, és egy vadonatúj koreográfiát is elő fogunk adni, és most ebben van a legnagyobb munkánk, jelen pillanatban erre készülünk. A korábbi jubileumi műsorok során nyilvánvaló lett, hogy a több tucat táncos és a több százas nézősereg számára bizony szűkösek a művelődési központ által kínált keretek. Emellett a tervezett műsor is nagyobb helyet igényel. Műsort kénytelenek voltunk elvinni a sportcsarnokba, hogy egyrészt a színpadi technika, a színpad nagysága, a zenekaroknak a helye, és remélhetőleg a nézőszámot is növelni tudjuk. Kérdésedre felelve, közel 100 résztvevője lesz ennek a produkciónak, úgyhogy bízunk benne, hogy neves alkalomhoz méltó a produkciót fogunk tudni előadni. Az este folyamán a jelenleg is aktív tagokon kívül színpadra lépnek majd a régi táncosok is, de ott lesz a szlovák nemzetiségi népdalkör és citera zenekar, valamint a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának növendékei is. Ez helyi gyűjtésen alapuló produkció lesz, és igyekeztünk azokat az elemeket beletenni, amik itt Kiskörössel jellemzők, ugye egy ilyen hagyományos alkalmat megjeleníteni. Teljesen idevaló, értjük ezt a szokásokon, amik majd felvillannak, értjük ezt a ruhákon, ami ugye itt a helyi viseletet jelenti, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy úgy tűnik, hogy ezt a, ha nem is 100 táncos vesz majd részt ebbe a lakodalmasba, de egy 50-60 fő mindenképpen, és mindenkinek a korához, illetve az alkalomnak megfelelő eredeti öltözetet tudtunk biztosítani. A Szivárvány Néptánc Együttes nem csak élteti a hagyományokat, gyűjti a még fellelhető értékeket, de igyekszik gazdagítani is azok tárházát. Jannit, ha megnézitek, egy nagyon szép halena van rajta. Ez tulajdonképpen egy férfi újas, és ez a kiskörösi legényeknek, fiatal embereknek volt az ünnepi viselete. És nagy álmunk volt, hogy a szivárvány tagjait beöltöztessük ilyenbe, és ezek el fognak addig készülni. Nagyon ügyeltünk arra, itt is, hogy differenciáljunk, hogy a fiatal legényeknek nagyon díszes, nagyon színes legyen, a kicsit idősebbeknek pedig egy picikét már egyszerűbb, komolyabb lesz ez a halenájuk. Az együttes készülve a születésnapra egy játékot hirdetett. Petőfi szülőháza elé életnagyságú papírmasé néptáncos párt állítottak, amellyel az arra járók fotót készíthetnek. Az elkészült fotókat május 1-ig lehet beküldeni, majd a város Facebook oldalán teszik közzé azokat. A legtöbb lájkot, gyűjtőket pedig díjazzák. A május 11-én pénteken 18 órakor kezdődő gálára már kaphatók a jegyek a Petőfi Sándor Művelődési Központban.